A Robinson-dom története egészen 1976-ig nyúlik vissza, azóta a Józsaváros egyik kedvelt szabadidős helye. Az elmúlt években már történtek itt fejlesztések, azonban a hely megközelíthetőségét és a játszóteret balesetveszélyesnek ítélték meg. A mostani beruházás célja az volt, hogy biztonságosabb és esztétikusabb környezet várja a kilátogató családokat. Egyik része az a szánkódombhoz, a lépcsőhöz, a Garibaldi utcától kezdve nagyon elavult, balesetveszélyessé vált, sok gyerek jön ide, sok gyerekes szülő, tehát ez nagyon fontos volt, az teljesen rendben van, és a játszóteret újítottuk fel, amely nagyon népszerű az itt élő gyerekek, anyukáknál, és ezért most egy 4 város játszóteret építettünk, a csúszdapályát, felújítottuk itt a hintás részt, ezeket a gumilapokat, ne legyen balesetveszélyes, és hát ez azért fontos, mert a józsavárosok által nagyon kedvelt, sokan jönnek ide, és fontos az, hogy ez a szabadtéri közösségi szintér a legtöbb lehetőséget adja, mindenféle szempontból, minden generációnak, és ezért végeztük ezt a fejlesztési programot. A fejlesztések részben Európai Uniós pályázati támogatásból, részben pedig a város önkormányzatának hozzájárulásával összesen mintegy 43,5 millió forintból valósultak meg. A sajtótájékoztatóval egybekötött átadón elhangzott, a beruházás valóban szükségszerű volt, hiszen a korábbi lépcsősor és a szánkópálya talpfái elkorhattak és balesetveszélyessé váltak. A jelenlegi felújítással a Robinson-domb déli oldala újult meg. A régi balesetveszélyes vasúti támfalakat eltávolítottuk, és időálló gabionkosarakból épített támfalat alakítottunk ki. A lépcsőfeljárókat 40x40-es járdalapokból építettük meg, és a feljárók közötti pihenő részekben vörös salakborítást kapott a felület. A Nyírvévé Nonprofit Kft. Főmérnöke hozzátette, a tervek már megszülettek a domb nyugati oldalának felújítására is. Az eseményen elhangzott, hogy további 2 közösségi szintér is fejlesztés alatt áll jelenleg, a megújuló Alvégesi Művelődési Ház és a Kölyökvár átadása októberre várható.